Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk minden héten, kedden és szombaton. A mai esetünknek az elkövetője nem más, mint Mark Hoffman. Én ezt a történetet nagyon-nagyon izgalmasnak találtam, mert hogy ő nem úgy kezdi a pályafutását, mint egy sorozatgyilkos, hanem úgy, mint egy csaló. De vágjunk is bele az ő történetébe. Szóval Mark William Hoffman 1954. december 7-én született egy utahi kisvárosban. A szüleiről nem sok információnk van, csak annyit, hogy a mormon egyház tagjai voltak, és hogy végtelenül vallásos emberek voltak, akik tudjátok, ilyen nagyon elhitetosak, nagyon szigorúak, nagyon minden szabályt betartunk, nincs kérdés, nincs gondolkodás, csak csináljuk azt, amit nekünk mondanak egy vallás alapján. Ez minden vallásnak a követői között fellelhető, mert az emberek egy részének erre van igénye, hogy nekem ne kelljen gondolkodnom, ne kelljen éreznem, ne kelljen döntéseket hoznom, minden, csak mondják meg nekem, hogy miről mit kell gondolnom, mit kell éreznem, mit kell csinálnom, milyen szabályok szerint éljem az életem, mert ez úgy könnyű, vagy könnyebbnek tűnik bizonyos emberek számára. Ez nem szokott jól sikerülni, nem szokott jól működni. Nyilván vannak olyanok, hogy emberek így élik le az életüket, de hogy azért alapvetően ez a nagyon-nagyon mélyen vallásosság, ez a nagyon már-már fanatizmus, és mondom, ez minden vallásnak a követői között jócskán megtalálható, mindig az első sorokban ülnek, onnan lehet őket felismerni, viccet félretérve, de hogy igen, tehát, hogy ez nem az, hogy mert hogy a muszlimok, vagy a katolikusok, vagy a mormonok, vagy, tehát hogy ez minden vallásban meglehető sajnos, ez a fajta fanatizmus. És sőt, vannak olyan gondolkodók, akik azt mondják, hogy egyáltalán bármilyen vallásossághoz kell egy minimális fanatizmus. Erről érdekel egyébként a véleményetek, hogy ti ebbe láttok-e logikát, vagy nem, hogy kell minden vallásossághoz egyfajta fanatizmus, egyfajta rögzült gondolkodásmód. Szerintem van ebben valami. Nem vagyok teljesen meggyőzve, de azt gondolom, hogy azért tudok azonosulni ebben a gondolattal. Na és amiről még feljegyzés van azon kívül, hogy ők mormonok, és nagyon vallásosak, és nagyon ilyen családban nevelkedik, hogy ő nagyon rosszul teljesít, vagy pontosabban átlag alatt teljesít mindig a tanulmányaiban. Viszont a hobbiai iránt iszonyú elkötelezett, és azokban nagyon jó. Ezek a hobbik nem más, mint minden, ami ilyen elektrotechnikai dolog, kémia, aztán mágia, vagy hát nem mágia, hanem ilyen, hogy mondják ezt? Hát ilyen trükkök, tudjátok, kártyatrükkök, szemfényvesztés, tehát mindenféle ilyesmi érdekli őket, ez a magic. Ez ő neki nagyon a kedvence, és nagyon sokat foglalkozik ebben, hogy trükköket megtanulni, és azokat előadni, illetve nagyon szereti, és elkezdi szeretni pontosabban a bélyeg és érmegyűjtés. És már nagyon-nagyon fiatalon, tehát így a 10-es évei elején, nem hiszem, hogy ilyet szoktunk mondani, szóval ilyen 11 és 14 éves kora között elkezdi ezeket hamisítani. Na és ez a nagyon különleges benne, hogy egy 11-12 éves gyerek hogy jut el odáig, hogy meg akarja vezetni azokat az embereket, akik ugyanúgy bélyeget és érméket gyűjtenek, és akkor direkt öregbíti őket, nyomtat, készít bélyeget, mintha fotók alapján, mint hogyha az ténylegesen a régi lenne. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon érdekesen elkezd hamisítani, és hát az a helyzet, hogy meglehetősen tehetséges benne. Tehát tizenévesen ő már úgy ver át felnőtt bélyeggyűjtőket, hogy a szeme nem rebben, és ad el viszonylag nagy pénzekért régi bélyegeket. Szóval, hogy ő valami nagyon-nagyon nagy tehetsége volt hozzá, vagy szeme, vagy kézügyessége, vagy minden együtt, tehát, hogy nagyon érdekes, és nagyon van egy feljegyzés arról, hogy elmondja, hogy ő nekik nem is a pénz volt ebbe, ami örömet okozott, hanem az, hogy át tudott verni másokat. Neki ez volt az ilyen örömfaktor, hogy én okosabb vagyok nálatok, én át tudlak benneteket verni. Neki ez volt az igazi öröm, és mondta, hogy a pénz az csak ilyen ráadás volt. És aztán lett tínédzser éveiben, tehát ilyen 14 és 20 éves
között egy másik hobbija, méghozzá bombákat kezdett el csinálni, ilyen házi készítésű kis bombákat a barátaival, és akkor ezeket kimentek mindenféle ilyen elhagyatott területekre, gyárépületekre, meg mezőkre, és ott felrobbantották. Just for fun. Tehát innen már érezzük, hogy merre halad ez a történet, véleményem szerint. Aztán ugye ő is a Mormon egyház tagja volt, és őt is kiküldték 2 évre Nagy-Britanniába, tehát az Amerikai Egyesült Államokból, őt Nagy-Britanniába küldték el 2 év ilyen szolgálatra. Ti is biztos szoktatok látni, hogy ott állnak, meg becsöngetnek, meg mindenféle csinálnak, és próbálnak téríteni, és ez egy ilyen kötelező ebbe az egyházba, ez a 2 évnyi térítés, vagy misszionárius munka, ezt így hívják ők szépen, én térítésnek. Ő saját állítása szerint 14 éves volt, amikor kiábrándult az egyházból, de ez nem azt jelenti, hogy kilépett belőle, vagy nem csinált úgy, mint aki ennek az egyháznak a mélyen hívő tagja. És ezt majd később látni is fogjuk, hogy ő nem véletlenül maradt benne ebbe az egyházba, nem véletlenül játszotta el azt, hogy ő mennyire hisz ebben, mert hogy ő kitalálta, hogy hogy fog tőlük pénzt szerezni. Aztán 1979-ben nincs meg a pontos dátum, hogy mikor, de valamikor férjhez megy. Szóval feleségül vesz egy nőt, akivel majd születik 4 gyermeke, szintén az egyházközösség tagja, és együtt éldegélnek. Na és akkor 1980-ban kezdi meg a karrierjét, idézőjelben, a hamisítói karrierjét, a nagypályás hamisítói karrierjét. Ugyanis Hoffman rájön arra, hogy a legegyszerűbb dolog átverni, de a legegyszerűbb dolog átverni a fanatikusokat. Mert hogy csak jól kell tálalni a körítést, csak bele kell, hogy íjjen az ő hitükben és világrendszerükben, azt kell hinniük, hogy közülük vagy egy, és akkor bármit elhisznek neked. És Hoffman bizony ezt is fogja csinálni. 1980-ban fogja bemutatni az első iratot, amit ő megtalál. Azt állítja, hogy ő megtalálta a 17. századi King James Bible-t. Tehát, hogy James király bibliáját, mondjuk, így fordítjuk, legyen ez. Na és ami nagyon vicces, hogy az egyház ezt nagyon-nagyon örömmel fogadja, ezt a dokumentumot, de megvizsgáltatják a Kolumbiai Egyetem egyik professzorával, aki meg is állapítja, hogy ez a papír, ez 1828-ból származik. Aztán később persze, amikor kiderül, hogy ez is egy hamisítvány volt, akkor ennek a kolumbáni történésznek a karrierje, hát ez, hogy is mondjam, ketté törik, és nagyon megsínli ő ezt, hogy ezt kiderült, hogy ő rosszul állapította meg. Ezt sajnáljuk, de azért minden esetre érdekes. Aztán még ugyanebben az évben Hoffman megtalálta az Anton transzkriptet, ami szintén ilyen vallási szövegek lennének, és 20 ezer dollárért, 1980-ban 20 ezer dollárért tudta ezt eladni a Mormon egyháznak. Na és innentől kezdve az ő foglalkozása könyvritkaságokkal, régi iratokkal és ilyenekkel kezdett el foglalatoskodni, hogy ezeket adta, vette, árulta. Na hát az a helyzet, hogy egyébként tényleg nagyon szerette a régi könyveket, tehát nagyon érdekes, hogy volt egy saját gyűjteménye ilyen első kiadású könyvekből, és rengeteg pénzt költött első kiadású könyvekre. Én magam részéről ezt annyira nem értem. Én imádom a könyveket, biztos tudjátok, tehát, hogy én tényleg nagyon-nagyon szeretem a könyveket. Most is egyszerű 8 könyvet olvasok, tehát én nagyon oda vagyok érte. Szerintem nincs olyan hónap, ami átelik úgy, hogy én ne vennék egy könyvet. Tehát, hogy nekem a könyvek azok tényleg kiskorom óta a szívem csücskei, és én nagyon-nagyon szeretem. De én mégis valahogy nem érzek ebbe akkora örömet, hogy és akkor első kiadás, és nem tudom. Tehát, hogy, de azt tudom, hogy rengeteg ember erre nagyon rá van. A szép könyveket én is nagyon szeretem, meg a szép kiadásokat, de hogy alapvetően azért nekem az, hogy most első kiadás valami, vagy nem, az nem annyira számít, de mindegy, ő ebbe a bizniszbe vágott bele.
És ami kimondottan érdekes volt, hogy nem csak a mormon egyház tagjai tudta játszik környezettséggel félrevezetni, de hogy történészeket, más kereskedőket, tehát ő ebben nagyon-nagyon jó lett, hogy hamisítani, régiesíteni dolgokat, és hogy átverni másokat avval kapcsolatban. És ő megírta ezeket a szent szövegeket. Tehát, hogy azért azt kell mondjam, hogy lehet, hogy átlag alatt teljesített az iskolában, de ő egy nagyon tehetséges ember volt a maga módján. Na és aztán 1984-ben alkotja meg a legnagyobb művét, méghozzá a szalamander leveleket. Vagy szalamander levelet. És hát ez is egy ilyen egyházi irat, régi időkből a mormon vallásnak a történelmét fedi fel, meg minden, amit el tudtok képzelni. És hogy senkinek nem lett gyanús, hogy ő mindig ő talál meg ilyen régi iratokat, én csak ezt nem értem. Na mindegy. És végül ezt 40 ezer dollárért tudja 1984-ben eladni az egyháznak. És ami miatt ő viszonylag ismert, hogy ezeket aztán nyilvánosra hozták, ezeket a hamisítványokat, mind maga az egyház, mind néhány történész bemutatta, nyilvánosságra hozta, a New York Times beszélt róla, tehát hogy értitek, tehát hogy ez ilyen iszonyú nagy hordereje volt ennek a csalásnak, amit ő csinált, hogy tényleg egy... Szerintem, hogyha még pár évig működik, akkor az egész egyházat össze tudja rombolni avval, hogy annyi kamu dolgot fabrikál, vagy hát mondjuk lehet, hogy a fanatikusoknak ez nem annyira számít. Nem mindegy, de hogy azért nagyon durva, hogy mennyire meg tudta vezetni őket. Aztán utána a másik ilyen nagyon híres alkotása, vagy nem is tudom, hogy hívja, az amerikai történelemnek az egyik meghatározó darabja lett a kolonizálásnak az időszakából. Ő talált egy dokumentumot, ami nyilván később kiderült, hogy az is kamu volt, mint ahogy az összes többi. Na de aztán az történik, hogy adósságba keveredik. És hát ugye kérdezhetitek, hogy hát ez hogy lehet, hogy ennyi pénzeket keresett abba az időbe, és adósságai lettek? Hát úgy, hogy ő azért nagyon szerette szórni a pénzt egyfelől, másrészt meg nagyon nagyvonalú életet él, tehát a kocsi, az autó, a minden, a nyaralás, amit el tudtok képzelni, és azon kívül meg nagyon drága dolgokat vett, mint például első kiadású könyveket, és mivel hogy azt hitte, hogy ő a világ végezetéig fogja tudni csinálni ezt a hobbiát, hát nevezzük így, hogy sose lesz problémája anyagilag, és hát fölvett rengeteg hitelt. És elkezdték ezek a hitelek szorítani. Úgyhogy azt találta ki, hogy belenged valamit, hogy ő megtalált egy híres dokumentumot, méghozzá a McLennan Collection-t. És ez a McLennan egy mormon apostol volt, így hivatkoznak rá, igen, és hogy egy nagyon régi, vagy hát viszonylag régi apostol, és hogy állítólag neki talált meg iratait, vagy ilyen feljegyzéseit, írományait, amit soha senki nem látott eddig, de ő megtalálta. Muszáj mosolyognom, sajnálom, tehát, hogy soha senkinek nem tűnt fel, hogy ez az ember miket talál meg, és hogy nem kérdezték meg, hogy hol? Tehát, hogy nem mindegy, és hogy ezt így belengedte a mormon egyháznak, és kért tőlük pénzt. Csak hogy ezt még akkor nem készítette el. És a McLean kollekciót elkészíteni, ez nem egy óra. Tehát, hogy főleg az 1985-ben vagyunk, azokban az években azért ez nem úgy volt, hogy kinyomtatom, megszerkeztem, nem tudom, tehát hogy ez egy nagyon komoly munka volt ezeknek a megcsinálása, és rengeteg idő, főleg úgy, hogy még öregíteni is, úgyhogy ez a hamisítvány ténylegesen hitelesnek legyen mondható, vagy hogy azt higgyék róla legalábbis az emberek, hogy hiteles. És hát az a helyzet, hogy fölvette a pénzt, érte, de nem készítette még el. És a mormon egyház nem volt túl barátságos, maradjunk ennyiben, tehát, hogy ők úgy voltak vele, hogy kifizettem a pénzt, van két napod, add ide. És hát ő ezt meg nyilván nem tudta megcsinálni, úgyhogy elkezdett azon gondolkodni, hogy hogy tudna időt nyerni magának. Csak hogy a mormon egyház már nem akart vele tárgyalni, nem akarta vele megdumcsizni a határidő módosításokat, hanem ők a bírósághoz fordultak, hogy ők fizettek, ezért, és hogy a bíróságtól kérik, hogy hajtsák be tőle. Na és ekkor jött az ötlete Hoffmannak, hogy is tudna időt nyerni.
azt találta ki, hogy bombákat fog a bíróságon elhelyezni. Hát, szóval ez mondjuk nekem egy nagy logikai ugrás, tehát nem igazán értem, hogy miért így gondolt arra, hogy időt kéne nyernie, de igen, ezt sikerült kitalálnia, hogy az ügyével foglalkozó, az ott megbízott embereknek, akik a mormon egyház által voltak felkérve, hogy őket fogja ilyen kis kedves bomba csomagokkal meglepni. 1985. október 15-én fogja az első bombát eljuttatni Stephen Christianhez. Ez a bomba reggel 8-kor a bíróság 6. emeletén fog felrobbanni, és sajnos Stephen az életét fogja veszteni, és a titkárnője is viszonylag súlyos sérüléseket fog szenvedni, mert hogy ilyen üvegszilánkok fognak a combjába, meg mindenhová egész mélyen befúródni, úgyhogy ő az egyik sérült, és hát sajnos Stevenson életét veszti. És ami nagyon érdekes, hogy ebben az időben volt egy robbantó, az a The Unabomber, nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a történetre, már kicsit beszéltünk róla, mindegy, és akkoriban ő egy ilyen aktív robbantó volt, és ezért nem is gondolta arra a rendőrség, hogy ez nem az ő tette. Na és a következő áldozat ennek a Stevennek az egyik munkatársa lett volna. Méghozzá J. Gary Sheets, így hívták ezt az embert, aki az áldozat lett volna, csak hogy nem ő vette át a bombát, hanem Kelly, a felesége. És ez a bomba felrobban Kellynél, és Kelly, a feleség fog szörnyet halni. És hát az a helyzet, hogy azért el se tudom képzelni, hogy ez a férfi, akinek a felesége így hal meg, hogy ő neki szántak egy bombát, és az ő kezébe felrobban, és meghal, mi mehet keresztül, mit érezhet, milyen bűntudata lehet, és hogy az hogy dolgozza fel, elképesztően nehéz lehetett ez neki. Szóval igen, ő volt a második áldozat. És akkor el akarta helyezni a harmadik bombát, Hoffman. Édes bogaram, igen, csak hogy Hoffman és a kis Toyotája berakta a hátsó ülésre ezt a bombát, csak hogy nem biztosította azt kellőképpen, és ez a bomba felrobban a hátsó ülésen. Nem végez akkora kárt, hogy megölje Hoffmant, de nagyon-nagyon súlyos sérüléseket szenved. Konkrétan az arca és a mellkasas nagyon súlyos égési sérüléseken esett át. Akkor ezen kívül leszakadt egy ujja, akkor a tért kalácsával is, az is olyan szinten roncsolódott, hogy egész életében aztán bicegett. És hát mindenhova ilyen fém darabok fúródtak be a testébe, szóval, hogy az nem volt egy könnyed sérülés. És hát nyilván vannak szemtanúk, kihívják a mentőket, a rendőrséget, és beviszik őt a kórházba, ellátják. És hát Hoffman kapcsol, hogyha nem mondhatja azt, hogy épp vittem a bombát valakit felrobbantani, hanem azt mondja, hogy volt egy emberrel megbeszélt találkozója, és hogy ez az ember kiszállt hozzá, és odaadta neki ezt a csomagot, és ő ahogy leült, vagy ahogy nem valami ilyesmit csinált, úgy ez a bomba felrobbant. Aztán később többször változtatta a szövegét, hogy megállt az autójával, és akkor valaki beadta neki azt a csomagot, és az robbant fel. Szóval mindenféle dolgokat talált ki, hogy próbálja menteni a menthetőt, de az a helyzet, hogy jött egy tűzszakértő. És a tűzszakértő meg tudta pontosan állítani ennek az autónak a maradványaiból, hogy ez a bomba a hátsó ülésen robbant fel. Ez nem az autó mellett, ez nem az volt, hogy így bedobták az ablakon, ez nem. Ez a hátsó ülésen. Sőt, azt is meg tudták állapítani, hogy a sérülései neki abból származtak, hogy megpróbált hátra nyúlni, és még mert észrevette, hogy ez a bomba elmozdult, és hogy rossz helyre mozdult el, vagy rosszul mozdult el, és egyébként avval aktiválta ő, hogy ahogy megpróbálta visszarendezgetni, nem volt elég stabil maga a szerkezet, és ezért robbant fel. De hogy azt is meg tudták állapítani, hogy lehettek úgy és ott a sérülései, ahogy keletkeztek.
Aztán ugye a rendőrség elkezd nyomozni, mert én már Hoffman gyanúsított lesz. Beviszik az autót, mindent, elkezdik átnézni. Azt is megállapítja a rendőrség, hogy a két áldozattal milyen kapcsolatban volt Hoffman, tehát hogy most már indítékuk is van, hogy bizony valószínűleg ő volt az elkövető. És hát az a helyzet, hogy amikor átnézik az autót, találnak bombakészítéshez eszközöket, találnak kesztyűt, találnak, egy csomó mindent megtalálnak, és olyan anyagokat is megtalálnak, ami mind a három bombában megtalálható volt, ilyen nagyon, hogy hívják ezt, pipe elbow, tehát ilyen könyök cső. Ezeket ő nagyon szerette használni a bombáiba, és nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy könyökcső, egyébként rájöttem, hogy olyan magabiztosan mondom, de hogy fogalmam sincs, hogy ezt így hívják-e. Így hívják? Így hívják, nem? Na mindegy. Szóval, hogy tudjátok, tehát egy ilyen alakú cső, és hogy mindegyik bombájába ezt használta. És az a helyzet, hogy egyértelművé válik a rendőrségnek ezek alapján, és ezek alapján tudnak házkutatási engedélyt kérni. És a házkutatás során nem csak, hogy megtalálják a bombakészítéshez használható eszközöket, hanem a hamisításhoz is mindent megtalálnak. Minden bizonyítékot, ami arra mutat, hogy ő komplett hamisító irodát állított fel a lakásába, vagy hamisító műhelyt, és hogy ő ott próbálta ezeket az iratokat csinálgatni. Ezen kívül nem csak még találtak fegyvereket, de ilyen nagyon nagy fegyvereket is, uzit, meg szóval nagyon érdekes dolgokat találtak abban a lakásban, maradjunk annyiban vagy házban. Na és hát persze azonnal letartóztatják, és 1986. februárjában vádat emelnek ellene hamisítás, csalás és gyilkosság. Két rendbeli gyilkosság ügyében. És az a helyzet, hogy először ő ártatlannak vallja magát, és szeretne a bíróságon ő nagyon-nagyon-nagyon ártatlanként felvonulni, de az a helyzet, hogy nem sikerül neki, és hát felvilágosítja az ügyvédje abban a kapcsolatban, hogy amennyiben ő ártatlannak vallja magát, akkor valószínűleg halálra fogják ítélni, úgyhogy végül bűnösnek vallja magát. Ennek megfelelően életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik a szabadulás lehetősége mellett, és az a helyzet, hogy egyszer megpróbálkozik ezzel, hogy fellebbezzen, vagy pontosabban nem fellebbezzen, hanem hogy kérvényezze a szabadulását, visszautasítják, sőt, hoznak egy olyan döntést, hogy nem is szabadulhat ki. Nagyon érdekes ez számomra, hogy így utólag ezt így módosítják, de ezt hozták neki. A letartóztatása és az ítélet után nem sokkal a felesége elvált tőle, illetve azt is tudjuk, hogy próbálkozott öngyilkossága, antidepresszánssal próbálta túladagolni magát a börtönbe, amit mondjuk nem is értem, hogy sikerült, tehát hogy odaadták neki az egész dobozzal, hogy tessék, vegyél be napi egyet, szóval én, ha jól tudom, azért ma már nem így adnak gyógyszert a börtönökben az elítélteknek, hanem így egyesével szépen kiadagolva. Nem véletlenül, maradjunk ennyiben. És hát ami nagyon érdekes, hogy milyen módszereket csinált. Hogy például ő jobbkezes volt, és ahhoz, hogy az írásmódja teljesen átváltozzon, volt olyan alkalom, hogy a csalásai során azt csinált, hogy 12 órán át feküdt, nyomta el a kezét, a jobb kezét, elnyomta, hogy utána annyira el volt zsibbadva, és annyira más érzet volt a keze, hogy teljesen más volt a kézírása. Tehát, hogy ő ilyen dolgokat talált ki a hamisításhoz. Rengeteg új dolgot talált ki. Tudom, hogy ilyen nagyon furán hangzik, hogy de igen. Szóval, hogy ő nagyon érdekes, hogy milyen más pályát tudott volna befutni, mert hogy egy olyan kreatív elme volt, egy olyan okos ember volt, így nyilván nem a klasszikus okosság értelmében, de akkor is. Tehát, hogy mondom, ő kitalálta, hogy lehet úgy hamisítani azt a papírt, hogy lehet úgy megszínezni, hogy lehet úgy öregíteni, hogy ténylegesen azt higgyék az emberek, hogy ez a 17. századból való. Szóval ő a maga módján egy nagyon-nagyon tehetséges ember volt. Úgy tartják őt egyébként számon, mint Amerika legnagyobb hamisítóját, tehát mai napig ez az ő címe, hogy ő volt minden idők legügyesebb, és legravaszabb, és legsikeresebb hamisítója Amerika történelmében. Szóval szerintem nagyon érdekes az, hogy ő ezt a címet ki tudta
magának vívni, és hát azóta is börtönben van. Ennyit lehet tudni róla, nagyon mást nem. Hát ugye a két áldozatot végtelenül sajnáljuk, és hát nagyon érdekes, hogy ugye a maga az, hogy hamisítani, az egy ilyen kvázi alkotó munka, hogy úgy megírni, olyan legyen a kézírás, olyan legyen a papír, olyan legyen a tinta. Szóval, hogy ez egy ilyen gondolkodó, kreatív, alkotó folyamat, bármennyire is furán hangozzon. És akkor ehhez képest meg eljut odáig, hogy ő öljön. Pénzért. Nagyon érdekes, hogy a kapzsiság és egyáltalán ez a szabályok nélküliség, hogy tudta végül annyira torzítani az ő személyiségét, hogy már emberölésre is hajlandó volt. Remélem érdekesnek találtátok ezt az esetet. Vigyázzatok magatokra, legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!